Idén a város középiskoláiban a végzősök ballagása május 1-én lett volna. Azonban attól féltek, hogy az ünnepség miatt a 12. osztályosok betegek lesznek vagy karanténba kerülnek, és emiatt nem érettségizhetnek majd. Ezt nem kockáztathatták, online módon azonban mindkét intézmény műsorral köszöntötte a végzősöket. A gimnáziumban azonban már az online műsor elkészítése előtt is arra készültek, hogyha a járványhelyzet megengedi, megszervezik a hagyományos ballagást. Már februárban azt mondtuk, hogy május végére tegyük át, amikor már mindenkinek lemegy az írásbeli, ugyanakkor a szóbelig még van 10-12 nap, hogyha véletlenül baj van, és karanténba kerül az évfolyam, akkor se érje hátrány a diákokat. A kiskörösi vattai technikum és kollégium nem tervezi a hagyományos ballagás megszervezését, hiszen az intézményben szinte folyamatosak az érettségi és szakmai vizsgák. A szakmai vizsgások, akik mondjuk a héten már éppen végeznek, megkapják a szakmunkás bizonyítványt, azoknak ballagást szervezni majd május 25-e után, nem tudom, hogy mennyi realitása lenne egy ilyen iskolatípusban. Úgyhogy ezt az évet most így elengedjük a ballagást tekintve, mint ahogy sok minden másképp történt ebbe a tanévben. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Szakgimnázium május 28-án 17 órakor a valós térben, személyesen és igaz szerényebben, de megszervezi a ballagást, ahol elbúcsúzik a végzős diákjaitól. Elkezdtük szervezni díjakat, kik kapják, forgatókönyv pontosan, hogy legyen. És hát annyi, hogy meghívókat sem készítünk most úgy a vendégek részére, csak annyi, hogy a diákok tarisznyájába fog kerülni egy-egy darab azért, hogy megmaradjon emlékként a tanároknak a névsora, illetve az évfolyamtársaknak is a névsora. A ballagási ünnepségen bárki részt vehet, és a maszkviselése sem lesz kötelező mindenkinek. Szeretnénk odafigyelni arra, hogy nem szeretnénk a diákokat a tömegbe kiküldeni. Tehát a távolságtartásra kell figyelni, az udvarra tervezzük a ballagásunkat a klasszikus forgatókönyv szerint, de például most nem szeretnék a diákokkal sorfalat állítatni, tehát a tömegbe beküldeni őket, úgyhogy az épületből fognak kijönni a könyvtár felől a ballagók, és az épületen keresztül fognak kimenni majd az udvarra is, tehát nem szeretném a tömegbe engedni a diákokat. Tömeget sem szeretnénk, tehát valahogy a családok, ha együtt vannak, az nagyon jó, de tehát valamiféle távolságtartásra itt is szükség lesz. Úgyhogy most beszélgetünk róla, hogy körülbelül mi az a létszám, amit javaslunk, hogy diákonként vendéget hívjanak, illetve amennyiben esik az eső, akkor ott a templom, ahova be tudunk menni. Ha a templomban tartják a ballagást, akkor oda kizárólag az mehet majd be, aki előzetesen belépőkártyát igényelt. A jelenlegi szabályozás szerint minden végzős két főt hívhat meg a ballagására. Reméljük, hogy nagyon szép idő lesz, és a szabad téren, az intézmény udvarán mindenki ott lehet, aki részt szeretne venni a végzős diákok búcsúztatásán.